Az elmúlt hetekben elég nagy visszhangot kapott a Nemzeti Vidék Stratégia, illetve a Dalány Ignác terv, ennek a végrehajtási terve. És úgy gondoltam, hogy én szocialista párt szemszögéből elkészítem ennek az értékelését, amit meg is tettem, és ezt a néhány oldalas anyagot majd sajtótájékoztató után át is adjuk a sajtóképviselőinek. Én most ebből néhány dolgot kiemelnék, nyilván nem az egészet. Ami a címből következik, és továbbra is úgy gondolom, hogy az egész mostani hirtelen beindított kommunikáció egy figyelemelterelés, hiszen azt látni kell, hogy az ágazat, annak ellenére, hogy tavaly nagyon jó évet zárt, és ez elismerésre méltó, elég komoly problémák elé néz. Ami most a legnagyobb bajunk az az, hogy nagyon nagy az a száj, 200 mm csapadék hiányzik jelenleg a földekből, és hát a januári nagy meleg után ez a hirtelen hideg pedig elég komoly fagykárokkal kecsegtett bennünket, ami ugye a tavalyi komoly fagykáros év után azt gondolom nem éppen jó. A másik, ami legnagyobb gondja az ágazatnak, hogy akinek tavaly se volt jó éve, ez az élelmiszeripar, és az küzd igazán nagy problémákkal, és ezt az élelmiszeripart tovább sújtották a kormányzati intézkedések. Önmagában az, hogy van egy hibás adórendszer, ami SZIA rendszer, ami visszavetette a fogyasztást, az már nagyon komoly bevételkiesést is jelent az élelmiszeriparnak. A 27%-ra emelt áfa az tovább csökkenti a fogyasztást, de a másik probléma az, hogy nagyon vonzó terep a feketézőknek. És a gond az, hogy úgy tűnik, hogy a kormány nem nagyon veszi tudomásul a nagyobb kapacitásokkal rendelkező vállalkozásokat, és folyamatosan ebbe a tervbe is azt hangsúlyozza, hogy a magyar mezőgazdaságot alapvetően a családi alapú termelésre kell állítani. Ugyan a minisztérium két fontos szereplője, a miniszter és egyik államtitkára ebből teljesen más mond, ami egy kicsit zavart is okoz, hiszen Szerván György szerint a hármas egységnek meg kell maradni az agráriumban. Ez azt jelenti, hogy a kisközepes és nagyüzemek integrációján kell, hogy alapuljon a jövőben is. A miniszter, illetve a korábbi államtitkár, akik időközben lemondott, ő pedig azt mondja, hogy a kis családi alapú vállalkozásoké a jövő. És hát a másik nagy mondás volt, amit mindenképpen muszáj egy kicsit kiértékelnem, ez a szintén ugyanebben a tárgykörben, amit a miniszter úr óváron mondott, hogy a családi gazdaságok több embert foglalkoztatnak, mint a társas vállalkozások. Ez vagy őt vezetik félre, vagy ő akar mindenkit félrevezetni, ugyanis ez nem így van. Ha belegondol valaki, nagyjából 100 hektár művelése feltételez egy munkaerőt, ha tisztán növénytermesztésről van szó. Abban az esetben, hogyha állattenyésztés is, illetve kertészeti tevékenység, ne adj Isten, még élelmiszerfeldolgozás is van mondjuk egy társas vállalkozásnál, akkor ez a munkaerő igény az 25 hektáronként egy ember. Tehát ebből világosan látszik, hogy nem hogy háromszor annyit foglalkoztatnak a családi gazdaságok, hanem lényegesen kevesebbet foglalkoztatnak. És ha tovább romlik az állattenyésztés aránya, ami döntő többségében csak a társas vállalkozások végzik jelenleg, akkor ez a szám ez még inkább el fog tolódni, és további foglalkoztatás vesztés lesz. Na most ezt terhelte meg a kormány egy nagyon komoly adó problémával, ez a személyes jövedelemadónál adójóváírás kivezetés, amit ezeknek a cégeknek kompenzálni kell. Ez elsősorban az élelmiszeriparnak fog a tavalyi veszteséges év után óriási gondot okozni, de ugyanúgy gondot fog okozni a mezőgazdaság egyéb szereplőinek is. A másik, hogy nagyon egyetértünk, és mindig is mondtuk, hogy fontos a helyi termelés, ami most jelenleg és ellátás, ez körülbelül a 15%-át adja az ország fogyasztásának, viszont ez sem működhet felügyeleti rendszer nélkül. Jelenleg látni kell, hogy a felügyeleti rendszer olyan szinten került kivérezhetésre azáltal, hogy a kormányhivatalokhoz került, ami nem fogja tudni garantálni ezeket az ellenőrzéseket. Éppen elég lesz neki a hivatalos élelmiszerfeldolgozók folyamatos kontrollja, és ebből az is látszik, hogy azokból kikerülő élelmiszerek abszolút biztonságosak. Ezt már nem lehet elmondani a harmadik világból érkező, elsősorban a zöldségfélék teljes körű vizsgálatára, ami nagyon sok embert és nagyon sok technikát kíván, de ugyancsak problémás lehet a kistermelőknek a, ha ugyan laza, de folyamatos ellenőrzése. Úgy gondolom, hogy azért az már nem normális, és azért ezen el kellene gondolkodni, hogy mondjuk az utak mellett fél disznókat áruljanak. Tehát én nem hiszem, hogy ez a jövő. Annak ellenére, hogy mi is helyeztünk üzembe vágópontokat, sőt az első pályázatukat mi írtuk ki ebbe a körbe, és azt is tudom mondani, hogy a kistermelői rendelet, amire nagyon sokat hivatkozik a mostani kormány, az is még a mi időnkben készült, de azért ez mindenképpen egy kontrollt feltételezne, és ennek a kontrollnak a
csökkentését látom én abban, hogy a minisztérium állományába, korábban a minisztérium állományába tartozó hatósági emberek közül lényegesen többet küldtek el a mostani leépítésnél is a kormányhivatalok, mint az egyéb munkaügyi vagy más területekről. A másik, ami nekem nagyon szemet szúrt és vissza kell utasítsam, ebbe a tervbe, és ezt a miniszter úr is többször elmondta, az van leírva, hogy az elmúlt években az 50-es évekre jellemző fortélyos félelem igazgatott. Hát én kénytelen vagyok megkérdezni a miniszter úrtól, hogy ez hogy érti, hiszen a mi időnkben abszolút nem volt probléma az, hogy érdekérvényesítés legyen, több demonstráció is volt, nem túl sok, de volt, és ebből semmiféle retorzió nem származott. Viszont azt látjuk, hogy ez inkább a mostani másfél évre igaz az a félelem, hiszen most mondjam azt, hogy szó nélkül eltörték a szabolcsi alma termelők, hogy egy 30 milliárdos fagykár után gyakorlatilag érdemi állami segítség nélkül maradtak. Ezért korábbi években komoly demonstrációkat helyeztek kilátásba, de nem kellett, mert ugye időközben a szocialista kormányok ezt a segítséget megtették. A másik, hogy elég elgondolkodtató, hogy még két évvel ezelőtt a tejtermelők levágott marrafejeket hoztak a minisztérium elé az ágazat nehéz helyzete miatt, utána kötöttünk egy megállapodás velük, és a következő kormány ezt a megállapodást fölrúgta, és a nemzeti támogatásokat a tejtermelőknél pontosan felére csökkentette. Most kérdezem én, hogyha akkor volt félelem, ami nyilván semmi nem igaz, most meg nincs, akkor most miért nem mernek az érdekképviseletek kiállni a maguk igazáért? A volt államtitkár egy pótkocsiról követelte 2005-ben a gazda megállapodás előtt, hogy 650 falugazdász létszámát garantálni kell, fele sincsen meg jelenleg. Tehát én nem tudom, hogy hol vannak az érdekképviseletek, elsősorban magosz, akik ezt szó nélkül törik. Tehát én erre mondom azt, hogy nincsen, nem is volt, és a mi időnkben nem is volt fortélyos félelem, és úgy gondolom, hogy ez inkább a mostani dolgokra jellemző. A másik, hogy a miniszterelnök ugye folyamatosan mondja, hogy mindenkinek otthon termelni kell, és lehetőleg már mind a kiskertekbe, és lehetőleg a városi embereknek ezt kell fogyasztani. Azt üzenem innen is a miniszterelnök úrnak, hogy ez egy szakma. Ezt annak idején mi a szüleinktől, nagyszüleinktől estük el, vagy tanítottak meg rá, és pontosan tudtuk, hogy kavicsos földben nem lehet mondjuk petrezselymet vagy gyökérzöldséget termelni, mert olyan lesz, mint a polip. A másik, hogy ki fogja azt garantálni, hogy nem lejárt szavatosságú és fekete piacról beszerzett vegyszerekkel kezelik majd ezeket a növényeket, amit utána nekünk melegen ajánlanak. Tehát az élelmiszerbiztonsági rendszer kulcskérdés, nem szabad tovább kurtítani. A másik pedig ennek a 80-as évek mintájára megszervezett felvásárlási rendszere lehet egyedül a járható út. Ebbe kell állami szerepvállalás. Egyébként Darányi Ignác, akiről ezt elnevezték, ezt a programot, az pontosan ezt mondta, hogy az államnak az ilyen ügyekbe, tehát a szervezési, integrációs ügyekbe kell nagyobb szerepet vállalnia, és egészen addig benn kell maradnia, ameddig ezek a rendszerek önállóan nem működnek. Én azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy ezeket az integrációkat, ezeket a szövetkezéseket sokkal intenzívebben támogassák, és ne azt csinálják, hogy az ágazat különböző szereplőit állítsák egymással szembe. Én ennek a dolognak a végén összegeztem, hogy miket kellene azonnal megtenni ahhoz, hogy ezek a nagyívű tervek ne csak nagyívű tervek maradjanak, hanem ebből valami haszna is legyen a magyar vidéknek. Én úgy gondolom, kulcskérdés az, hogy más típusú adórendszer legyen, hogy nagyobb fogyasztást érjünk el. Ez biztosan javítani fogja a belső fogyasztást, ez önmagában segíthet, nagyon komolyan segíthet az ágazat problémáin. Azt is felvetném, hogy miért kell ócsán lakóparkot építeni bajba kerül devizahiteleseknek, amikor több tízezer üresen álló falusi ház van. Miért nem lehet erre egy programot csinálni, hogy az így bajba jutott embereket felújított falusi házakba tegyék, töredékébe kerül, és nagyon komoly fejlődést hozhatna ez az infrastruktúrális fejlesztés vidéken. A szétvert közmunkaprogramot értelmes közmunkaprogramokkal falun helyettesíteni kell. Ez a legnagyobb probléma talán, hogy most ilyen néhány tízezer forintért dolgoztatnak embereket, ami a megélhetéshez nem elég, és ráadásul nincs értelmes munkavégzés. A másik, abba kell hagyni az ellenőrzési és hatósági rendszernek a szétverését, ugyanis ez azt fogja előidézni, hogy nemhogy biztonságosabb élelmiszereket fogunk fogyasztani, hanem lényegesen kevésbé biztonságosokat, mint jelenleg. A szövetkezést ösztönözni kell, ezt már mondtam az előbb, és azt gondolom, hogy haladéktalanul ki kell írni az állattenyésztést, a kertészetet és az élelmiszeripart támogató pályázatokat. Ezek a pályázatok elő vannak készítve, ez a mi időnkből ott maradt,
még a 7 éves programunk kapcsán. Ez a kulcskérdés ahhoz, hogy ezek a problémák, amik jelenleg vannak, megoldódjanak, és nem az, hogy a földkérdést majd hogyan kezelik, és az állami földekkel mit csinálnak. A másik, hogy nagyon szerencsétlen az a pályázati kiírás, aminek most a napokban volt a nagy csindadrattával való első bejelentése itt az állami földek bérbeadása kapcsán, amit most 3 embernek sikerült nagy nehezen bérbeadni a 60 ezer hektárból, vagy 65 ezerből. És előidézték a rossz kiírással azt a helyzetet, hogy van olyan korábbi termelő, aki a felső korlát miatt, ami jelenleg 1200 hektár, nem fogja tudni a közvetlen a telephelye környéki területeket tovább bérelni. Ez azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy katapult kell, hogy a birkákat átlője majd a saját legelőjére. Tehát ezek olyan meggondolatlan ügyek, amivel valamit kezdeni kell. A másik, hogy 30 ezer hektár van jelenleg kiírva pályázatra 65 ezerből, és ennek a hasznosításának már ősszel meg kellett volna kezdődni. A magnak a földbe kell, felébe legalább a földbe kellene lenni, és el kellene indítani a tavaszi munkákat, ahogy a fagynak vége van. Tehát sokkal átgondoltabb, sokkal megfontoltabb és sokkal szakszerűbb munkavégzést követelünk, ebbe szívesen segítünk is. És nem csak azért, mert elég régóta csináljuk ezt a szakmát, hanem úgy látjuk, hogy időnként szakmai segítség el kellene, csak nem veszik igénybe. És úgy gondolom, hogy a másik nagy baj, és ezt is kérjük, hogy végre mondja már meg a kormány, hogy mi a hozzáállása a közös agrárpolitikához. Ezekben az anyagokban az Európai Unió szinte sehol nem szerepel. Úgy, hogy a forrásaink döntő többsége az Európai Unióból származik. Ezzel valamit kezdeni kell, és amikor ezt mind megcsinálták, minden olyat, amiről én beszéltem, akkor neki lehet állni egy középtávú agrár stratégia, egy vidékfejlesztési stratégia elkészítésének. Addig minden egyéb hiába való, és bármilyen szintű kommunikációval is állnak elő, nem fog működni a dolog. Mi ezt kérjük, ezt követeljük, és még egyszer mondom, ehhez szívesen adjuk a segítségünket is.